A Kétyi óvodás gyermekek egyik kedvenc programja a farsang. Marács Zsuzsanna, az intézmény óvónője azt mondta, a kicsik már hetekkel az esemény előtt készülnek és tervezik a jelmezválasztást. Úgy vesszük észre, hogy nagyon jól érzik magukat, ezt el is szokták mondani, és még napokkal utána is beszélnek a farsangi kavalkádról. Ezt akkor Maja fogja meg. Az öltöző. A kincskeresés központi eleme a fánk volt. A gyerekek egy térképet kaptak, ami alapján három csoportban különböző termekben kellett megtalálniuk az ételhez szükséges összetevőket. Ezt követően a fánkot el is fogyasztották az óvodások. Minden évben készülünk farsangi mulatsággal. A Covid ideje előtt a művelődési házban egy nagyobb jellegű farsanggal készültünk, aztán azóta a szülőkkel való megbeszélés után is úgy döntöttünk, hogy így magunk közt a csoportszinten tartjuk meg ezt a programot, de így is nagyon jól szokott sikerülni. A gyerekek különböző, farsangkor népszerű jelmezekbe öltöztek be. Pesti Barbara, az egyik mesefilmből ismert hercegnő, Anna ruháját vette fel. Ennek ellenére rendőr akar lenni, ha felnő. Van nekik pisztolyuk, meg bilincsük, hogy meg tudják fogni a bűnözőket. A fiú körében is népszerűek voltak a különböző mesehősök. Táncoltunk, kincset kerestünk, olyan képeket. Az igazgatónő szerint a hagyományápolás miatt kifejezetten fontos, hogy a kicsik megismerkedjenek a farsangi szokásokkal. A Kétyi intézményben egy csoport működik, ahová 19 gyermek jár.